az egyik oldalon olyan könnyű dolognak tűnik, szeretjük az avokádót vagy a kinoát, és akkor 5%-ot kap egy termelő a teljes termék árából, az milyen világ? Egy logóval ellátva lehet nyomon követni, hogy milyen módon jut el a fogyasztóig az a termék, amiben nem a kiskereskedő, a nagykereskedő fölözre nagyobb hasznot, hanem már a termelőhöz egy fairebb ár jut, illetve maguk a körülmények, ahogy megtermelik. A perui kávétermelő nem 5 centet kap a kávéért, hanem 50 centet kap, és hogy ő ezt oktatásra tudja fordítani. Elképzelem, hogy mondjuk az a perui család hogyan él versus egy másik farmon, ahol ez nincs meg. Ez a kép ez így segít, hogy fenntartsa ezt a motivációt, de inkább ez a vadászás nehéz, hogy olyan terméket olyan helyeken találjak, ami biztos, ami a forrásból származik. És hogyha van egy ilyen rendszer, aki ezt minősíti, mint hogy a Tudatos Vásárlók honlapján is vannak ilyen infók erről, az nagyon érdekes. Tudok-e valamilyen módon hatni így a világra ezzel a pár forintokkal is, amit ilyenkor elköltök, akkor azt szívesen megteszem. Ez egy fontos téma.